Vége a téli szünetnek, tesztelték a pedagógusokat az iskola kezdés előtt, sokan éltek a lehetőséggel. Újévi Szentmise, nagy szükség van a társadalomnak a reményre, erről beszélt Erdő Péter bíboros az újévi ünnepi szentmisén. Köszöntöm nézőinket, Önök a regionális televízió Esztergom térségi hírösszefoglalóját látják. A téli szünet után újra tesztelték azokat a pedagógusokat, akik vállalták és kérték a vizsgálatot. Esztergomban az egyik egyházi fenntartású közoktatási intézményben a legtöbb ott dolgozó tanár élt a lehetőséggel, mert így biztonságban kezdhette meg a munkát. Két hét után ültek vissza a diákok az iskolapadba. Volt olyan kisgyermek, aki azt nyilatkozta híradónknak, neki bizony hiányoztak az osztálytársai. 9-10-es. Figyelj, hogy megcseréltem a sorrendet. Szorgalmasan és figyelmesen készülnek tanítónéniükkel a félévi felmérőre matek órán ezek a harmadik osztályos tanulók. 450 százasokra kerekített értékre. Pender Benedek is ebbe az osztályba jár, azt mondja, a szünetben hiányzott neki az iskola és az osztálytársai is. Nagyon hiányzott az iskola, leginkább a matek óra, meg az olvasás óra, mert azok a kedvenc óráim. Az esztergomi általános iskola egyházi fenntartású, 30 pedagógus dolgozik az intézményben, a többségük élt a tesztelés lehetőségével. Én úgy érzem, hogy ez a két hét minden családnak, minden dolgozónak nagyon nagy lehetőséget adott arra, hogy tényleg otthon, családi körben és minél kevesebb kontakttal érintkezve tudjon felkészülni, egy kicsit az egészségünket rendbe tenni, feltölteni az immunrendszerünket. És nagyon megnyugtató volt az a lehetőség, hogy most itt a hétvégén minden közintézményben dolgozót teszteltek. Az esztergomi általános iskolába közel 300 diák jár. Az intézményben a téli szünidő után minden osztály hagyományos munkarendben kezdte el a munkát. A gyerekek majdnem mindenki vissza tudott jönni, pedig az utolsó tanítási napunk volt egy osztály, ami karanténban volt. Most már mindenki meggyógyult. Egy-egy tanuló hiányzik osztályunként, de nem valószínűleg nem a vírus miatt. Pedagógusok is legtöbb vissza tudott jönni. Nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, hogy tudtunk tesztelni. A vasárnapi tesztelés során egy pedagógus lett pozitív, egy másik tanárról pedig még a téli szünetben derült ki, hogy elkapta a fertőzést, így ők jelenleg karanténban vannak. Új lapot kezdeni, ahol a korlátok helyett már a felszabadulás, a félelem után már a remény, a világjárvány után már az immunitás lesz az uralkodó jelszó. Erről beszélt Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek Szűz Mária istenanyasága ünnepén január 1-én. A főpásztor az esztergomi bazilikában megtartott újévi ünnepi szentmisén azt hangsúlyozta, hogy a társadalomnak nagy szüksége van a reményre, elég a félelemből, emeljük fel a szívünket és várjuk az oltást. Jézus Úr életem és halálom, ő is vállalta emberként az örömet és a szenvedést, a születést és a halált. Benne sorstársunk lett az Isten. Azért tette ezt, hogy földi életünk után magához emeljen minket. Mondjunk neki köszönetet az új év első napján. Kérjük, hogy legyen sugárzó társunk egész éven át, segítsen, hogy a nehéz idők után újra magunkra találjunk, a járványtól is megszabaduljunk, és ne régi önmagunkhoz térjünk vissza, hanem igazabb, nagylelkűbb, felelős életet éljünk. Lezárult az ELTE, a BME és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 2017-ben indult kutatási együttműködése decemberben. A felsőoktatási intézmények a közös munka során az innovatív informatikai és infokommunikációs megoldásokat kutatták, mely érintette a kiberbiztonságot, az informatikai infrastruktúrát és a mesterséges intelligenciát is. A projektbe Martonvásár, Balatonfüred és Esztergom önkormányzatai is bekapcsolódtak, a szóban forgó egyetemek reagáltak a Covid-járványra is, ehhez kapcsolódó kutatásokat, fejlesztéseket is indítottak, Csikász Nagy Attila vezetésével. Január 1-ével átvette a Tatabányai Szent Borbála kórház vezetését dr. Kanász Gábor Imre.
Az esztergomi Vasszarik Kolozs Kórház főigazgató főorvosát Kásler Miklós nevezte ki. A kinevezés része annak az átalakításnak, amely az egész magyar egészségügyet érinti. Törvényes, átlátható és egyértelmű viszonyokat szeretnének kialakítani, így fogalmazott az emberi erőforrások minisztere. Létrejön az országos kórház főigazgatóság is, amely a megyei kórházakat segíti és tartja majd össze a jövőben. Egy férfi ellen emelt vádat a Tatabányai járási ügyészség, mert elvontatott egy autót, amely a műhelye megközelítését akadályozta. Az eset még tavaly június 22-én történt Tatabányán. A vádlott férfi úgy ítélte meg, hogy az a bizonyos jármű elzárja a műhelyéhez vezető utat, ezért egy vontató kötéllel elvontatta a telephelyről a gépkocsit. Az autóban a kényszerű vontatás miatt 195 ezer forintos kár keletkezett. 5 milliárd forintos fejlesztést nyert el Esztergom a Kisfaludi 2030 turisztikai fejlesztő non-profit ZRT pályázatán. A támogató okirat az elmúlt év utolsó napjaiban érkezett meg az önkormányzathoz. Hernádi Ádám a közösségi oldalán számolt be a jó hírről. A hosszú előkészítő munka után ebből a támogatásból látványos változásoknak néz elébe a nagy történelmi múlttal rendelkező város, fogalmazott a polgármester. Nagy öröm érte itt az év utolsó napjaiban az önkormányzatunkat, mert megkaptuk a támogató okiratot a Kisfaludi ZRT-től. Ez a pénz, ez az 5 milliárd forint, ez 4 projektre lesz, vagy van lebontva. Ebből megújulnak a fürdőink, megújulhat a városháza teteje és homlokzata, illetve amit már korábban bejelentettünk, a fürdőszálló homlokzatát is, a külső teljes helyreállítást ebből csinálja meg az önkormányzat. Sokan sportolással, futással, biciklizéssel töltötték az új év első hétvégéjét, és kihasználták a január elejé jó időt. Esztergomban a Dunapart az egyik legkedveltebb az itt élők, a túrázók és a sportolók körében. Volt, aki a téli szünet utolsó napját használta ki, de olyan is akadt, aki a szilveszterű menüt próbálta meglemozogni. Aki komolyan gondolja, akkor nagyon oda kell figyelni, hogy mit eszik és hogyan. Én is többet ettem az ünnepek alatt, de többet is futottam. Úgyhogy ezt így tudatosan gondoltam végig, és csináltam. Legközelebb szerdán jelentkezünk friss híreinkkel, én megköszönöm figyelmüket, és tudják, kövessenek minket a www.rtv.hu címen, valamint közösségi felületeinken és adásban is. Nagyon boldog új évet kívánok Önöknek, vigyázzanak magukra ez évben is, viszontlátásra!